Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon. Jó reggelt kívánok! Ma 31-e van, eltelik az első hónap ebből az évből, 2023-ból. És hát voltak éppen olyan nagyon komoly télidén januárban, nem volt most is enyhe az idő, 5-6 fok van Budapest környékén. Az előbb átsöpört egy zápor a városon, de nagyjából ilyenre számíthatunk egész nap. Azon túlmenőleg, hogy egész héten szeles idő lesz, úgyhogy azért be kell öltözni annak ellenére, hogy ilyen enyhe az időjárás. A közlekedési híreket az imént hallották, legközelebb majd 7 óra 40 körül jelentkezik. Ezekkel, és hogy addig mi történik, azt is örömmel elmondom. Például beszélünk majd Mellár Tamással, mindjárt a Párbeszéd országgyűlési képviselőjével, egyetemi tanárral, közgazdásszal, aki arról beszélget majd velem reményeim szerint, hogy vajon milyen szempontok alapján minősítette le Magyarországot az egyik legnagyobb hitelminősítő az elmúlt napokban. Aztán beszélgetünk arról is, hogy 2023-as esztendő az európai agrárpolitikában miféle változásokat hoz majd. Ezügyben egy az MKB Bank Agrár és Uniós kapcsolati vezetőjét, Mezei Dávidot fogjuk hívni. Végül beszélgetünk még 7.40 előtt Fót helyzetéről. Ők bírósághoz fordulnak már a fótiak, és megpróbálják megakadályozni a veszélyes hulladéktelep építését. Egyúttal az akkumulátor üzemek telepítése ellen is tiltakoznak. Fóton egy fóti képviselőt fogunk hívni. És hát, ha már itt tartunk, akkor elmondom azt is, hogy 8-ig még Bíró Nagy Andrást is hallatják, a Policy Solutions igazgatóját. Gazdasági válság, ellenzéki káosz, ellenségkeresés. Az én szerkesztő kollégám Toró Nikolett ezt a címet adta ennek a beszélgetésnek, hát akkor legyen így, foglalkozunk ezekkel a témákkal. Így telik majd 8-ig az idő, remélem együtt töltjük. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Magyarország hiteleinek besorolását, visszafizetési képességünket több rating cég is értékeli. Több mint 10 év után a Standard & Poor's leminősítette Magyarországot. Mindeközben Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter optimistán nyilatkozott a gazdaság alakulását illetően. Vendégünk Mellár Tamás, a Párbeszéd országgyűlési képviselője. Hogy működünk, élünk ebben az országban, arra tökéletes példa ez a leminősítés, mert hogy az ellenzéki úgynevezett független sajtó, nevezzük talán inkább így, úgy fogalmazott, hogy leminősítette Magyarországot a Standard & Poor's. A kormány oldal pedig azt írta, hogy idézem, mindhárom nagy hitelminősítőnél befektetésre ajánlott Magyarország. Nos, mind a két állítás igaz, csak hát mennyire más a megközelítése egyiknek és másiknak. Itt van a vonalban Mellár Tamás, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, én is ennek is hallgatom. Vajon melyik címadás az értékelhetőbb ebben az esetben? Hát nyilván ugye én ellenzéki oldalról szólok hozzá a dologhoz, így akkor nem meglepő, hogy azt gondolom, hogy ahhoz közelebb állok, hogy leminősíti, de hogyha kicsit pártatlanul próbálunk nézni erre a kérdésre, akkor is jól látható az, hogy itt a folyamatnak a dinamikáját kell nézni, tehát az eddigi időszakban nem volt ilyen negatív irányba való elmozdulás, és meg mind a két nagy cég, ugye egy ilyen negatív irányba való elmozdulást hozott, és én azt gondolom, hogy ennek megvan a maga jelentősége, és erre figyelni kellene kormányzati szinten is, mert hogy ezek a hitelminősítők itt nagyon komoly dolgokat sorolnak föl, amelyek valóban problémák. Ugye az első is nagyon jól látható, mindenki számára érzékelhet, ez az infláció. Tehát az Európai Unióban a legmagasabb infláció Magyarországon van, és még növekedni fog, ezt még Nagy Márton is elismerte, nem beszélve arról, hogy amikor az ársapkát kiveszik, az egy újabb lökést fog jelenteni. A másik nagyon fontos dolog az, hogy Magyarország talán az egyetlen ország az Európai Unióban, amelyiknek az energiállátása ilyen erőteljesen függ egy országtól, tehát Oroszországtól, és ez is egy kockázatot jelent. Aztán ugye jól látható, hogy Makacsul továbbra is megvan egy nagyon erőteljes államháztartási hiány, és nem látszik az, hogy a gazdaságpolitikába beindulna egy ellenkező folyamat, vagyis hogy egy nagyon erőteljes megszorítás lenne, sőt, ugye Nagy Márton éppen arról beszélt, hogy Magyarországon nem lesz recesszió ebben az esztendőben. Ugye nyilvánvalóan ez is problémát jelent, és hát a
végül, de nem utolsó sorban, hogy az Európai Uniós források is késnek, illetve nem lehet pontosan tudni, hogy mikor és mennyi jön be. Tehát ez a négy tényező azt gondolom, hogy igen fontos és igen sokat jelentett akkor, amikor, vagy jelent, amikor nézik azt, hogy Magyarország gazdasági helyzete milyen lesz, és hát bizony arra lehet következtetni, hogy az Orbán kormánynak a mozgástere az idei esztendőben nagyon erőteljesen beszűkült. A Standard & Poor's leminősítése az voltaképpen annyira nem lehet meglepő, hiszen már augusztusban tavaly lerontotta a stabil kilátást negatívra. Az, hogy közben meg most is befektetésre ajánlott Magyarország valóban, mind a három nagy minősítő intézménynél, ez voltaképpen mennyit és mit jelent a piacon? Hát azt jelenti, hogy természetesen, hogyha kimegyünk a piacra, akkor bármit a hitelpiacokra, akkor továbbra is Magyarország tud kötvényeket kibocsátani, és tud újabb hiteleket fölvenni, de természetesen ez azt jelenti, hogy ennek az ára egyre magasabb lesz, tehát most 6,5-7% környékén tud a magyar állam kibocsátani kötvényeket, és ez azért igen magas, és nyilvánvalóan ez egyre magasabb és magasabb terhez fog jelenteni majd a költségvetésnek, hiszen az államadósság utáni hitelek visszafizetése az bizony nagyon jelentős, tehát most már látható, hogy a költségvetésben GDP arányosan ez 3% fölött van, vagyis az azt jelenti, lefordítva a hétköznapi gondolkodásunkba is lehessen ezt látni, hogy hiába növekszik a GDP 3%-kal, ezt a 3%-ot ezt oda kell adni a hitelezőknek. De hát egyébként a magyar gazdaság nyilvánvalóan nem, sajnálatos módon nem fog növekedni 3%-kal, szerintem még 1%-kal se, valahol a 0%-os stagnálás körül lesz. Tehát ez a tehertétel mindenképpen ott van, és itt a leminősítésben is az van, hogy persze természetesen hozzá lehet még jutni bizonyos finanszírozási forrásokhoz, de ennek az ára egyre magasabb. És hát nyilván ezek a kamatok, ezek mindig magasabbak, vagy általában magasabbak, mint egy ország növekedése, tehát több teher, mint amennyit igen, a növekedés. Igen, és ez a kadósság egyébként, mert hogyha a növekedés magasabb lenne, akkor ki lehetne nőni az adósságból. Így viszont magyar kormány számára csak egyetlen út, de ez egy nagyon fájdalmas út. Ez pedig az infláció, most már nem mondom, hogy fölpörgetése, mert fölpörgött, hanem sokkal inkább a magasan tartása. Tehát én azt gondolom, hogy a kormány a két cél közül, hogy egy erőteljes antiinflációs politikát indítson be, és akkor ennek nyilvánvalóan áldozata lenne a gazdasági növekedés, vagy pedig próbálja a gazdasági növekedést valamilyen szinten föltartani. A kettő közül én azt hiszem, hogy sokkal inkább a növekedést próbálja majd erőtetni, aminek a következménye az lesz, hogy bizony az infláció az velünk fog maradni. Hát én azt gondolom, hogy szemben a kormányzati optimista elképzelésekkel, hogy február után már jelentős mértékben csökkenni fog az infláció, és az év végére már egyszámegyű lesz, hogy ez az infláció, ha nem is ilyen magasan, de nagy valószínűség a kétszámegyű infláció velünk fog maradni az egész esztendőben, pontosan a kormány prioritása szerint, mert sokkal egyszerűbb politikailag elinflálni a kiáramlott jövedelmeket, illetve a felhalmozott adósságnak a leértékelődése, ugye abból a szempontból, hogyha az infláció növekszik, akkor az adósságnak a reál értéke az csökkenni fog. Hát ezt meg sok bevételt generál, persze. Egy dolgot képviselő úr itt ezzel kapcsolatban hadd jegyezzek meg, és hadd kérdezzek egyúttal. Nagy Márton miniszter azt mondja éppen most, ez egy egészen friss tegnapi történés, hogy beindítja a növekedést a kormányzat, az infláció letörésében pedig együtt dolgozik a Magyar Nemzeti Bankkal, ő onnan jön, és elég áldatlan a viszonya Matolcsy Györggyel, mint hogy általában most látszik, hogy a kormány és Matolcsy György viszonya is alapvetően romlott meg. Ez a két állítás, ez az ön szavai alapján egymásnak szögesen ellentmondó. Ez csak kommunikáció? Abszolút. Igen, így. Nyilvánvalóan természetesen, hiszen Nagy Márton pontosan jól tudja azt, hogyha ő azt mondja, hogy
hogy az inflációt nem tudjuk és nem is akarjuk letörni, akkor ez az inflációs várakozásokat jelentős mértékben meg fogja növelni, és ugye akkor, amikor kétszemélyű inflációval, akkor nyilvánvalóan számítani lehet, és számítani kell arra, hogy igen, magasak az inflációs várakozások, és az inflációs várakozások önmagukban is gerjesztik az inflációt, akkor is egyébként, hogyha ennek nincs reálgazdasági hatása. Tehát nyilván a kistári optimizmus az egy előírás azért, hogy az inflációs várakozások csökkenjenek. Egyébként nyilván az MNB is ezt teszi, hiszen az MNB felelős az inflációért, és hát most nagyjából a monetáris politika az elég kemény, mert hát ez a horribilis nagyságú jegybanki alapkamat, ez próbálja tartani a frontot, de ez önmagában kevés, hogyha ez nem párosul egy igen erőteljes fiskális, vagyis költségvetési megszorítással, visszafogással, akkor ennek nagy eredménye nem tud lenni. Na akkor még egy dologra viszont hadd térjek vissza, mert említette ön is azt, hogy a magyar kormányzat rendre kötvénykibocsátással finanszírozza a különböző hiányokat. Ezeket a kötvénykibocsátásokat általában oly módon kommunikálja, mint hogyha ez egy óriási siker lenne, ismét túljegyezték, ismét fantasztikus bevételekkel tettünk szert. Ezek voltak éppen egytől egyig, ha jól gondolom, hitelfelvételt jelentenek, csak kötvénynek hívjuk. Hát természetesen is egyébként az, hogy sikeres, hogy túljegyzés van, az aztán annyit jelent, hogy milyen magas kamatokat tudunk ajánlani, vagy olyan magas hozamokat tudunk érte ajánlani, amelyek a pénzpiacon vonzó lehet. Tehát ez másik oldalról viszont azt jelenti, hogy mi csak ilyen magas áron tudunk többletforráshoz hozzájutni. Tehát minden ilyen közlemény azt jelenti, hogy tovább adósodott el Magyarország az előzőhöz képest. Pontosan, egyértelműen erről van szó. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Mellár Tamást hallották itt az Aktuálban a Párbeszéd országgyűlési képviselőjét. Viszont hallásra! Viszont hallásra, én is köszönöm a lehetőséget. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Jelentős átalakulást hoz 2023 az európai agrárpolitikában. Új elvárásoknak kell megfelelnie a tagállamoknak és a gazdáknak. A támogatások feltétele lesz az ökológiai vállalások teljesítése. De az élelmiszerrendszerben és a táplálkozási szokásokban is szeretnének változást. A telefonnál Mezei Dávid, az MKB és Takarékbank agrár és uniós kapcsolati vezetője. Aki nem agráripari szakember, mit fog érzékelni ezekből a változásokból? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak. Ez mindannyiunk számára egy nagyon fontos dolog, hiszen azért először érdemes tisztázni, hogy miért van egyáltalán szükség agrártámogatásokra. Agrártámogatások minden fejlett társadalommal léteznek, azt is lehet mondani, ez a fejlett társadalmanak a velejárója. Ennek elsősorban két fontos oka van. Az egyik az, hogy a mezőgazdasági termelés rendkívüli módon kitett az időjárási változásoknak, az időjárási szélsőségeknek. Gondoljunk csak a tavalyi évre, tavalyi történelmi léptékű a szájra. A másik oka pedig az, hogy a mezőgazdasági, az élelmiszer, ez egy fontos stratégiai cikk, élelmiszer ellátás, biztonságos élelmiszer ellátás nélkül nincs élet. Az előbbire talán mondhatnék egy olyan példát, hogy gondoljon el mindenki abba, hogy mondjuk ha aláíratna egy olyan munkaszerződést, hogy abban a hónapban, amikor nem esik az eső, akkor nem kap fizetést. Az utóbbi pedig talán úgy lehetne illusztrálni, hogy mondjuk olyan szerződés, hogy olyan kap fizetést, de azt nem költeti élelmiszerre. Könnyen belátható, hogy egyik és másik is végzetes következményekhez vezet. De van itt egy harmadik ok, ami speciálisan az Európai Unióra jellemző. Ugyanis az agrárium az abla szempontból is különleges helyzetben van mondjuk a gazdaság többi ágazatához, az iparhoz, szolgáltatásokhoz képest, hogy itt viszonylag nagyon szűk tere van az innovációnak. Tehát nem nagyon lehet terméket fejleszteni, amit lehet, azt leginkább az élelmiszeriparban teszik, tehát az alapanyag termelésben nincs lehetőség egy, mondjuk itt nincs egy iPhone 10 meg iPhone 11, a búza az nagyjából búza most már évszázadok, évezredek óta. Éppen ezért már egyetlen lehetőség van. Már ezzel vitatkozna, ha emlékszik még erre a névre. Igen, még emlékszem rá. De mondom, ezek csak nagyon leegyszerűsítő dolgokat. A másik pedig az, hogy éppen emiatt, mivel
a termékoldalon nem tudnak nagyobb jövedelmet elérni, vagy nagyon nehezen tudnak elérni a mezőgazdasági termelők, az egyetlen mód az, hogy a versenyben helyet állnak, hogy folyamatosan a hatékonyságot növelik, és ez bizony óvatatlanul koncentrációhoz vezetne. Azonban az Európai Unióban az agrárpolitikának az egyik fontos célja, hogy ezt a koncentrációs folyamatot lassítsa, és éppen ezért a családi gazdaságokat, a kisebb gazdaságokat támogatja, és ennek az egyik eszköz az agrártámogatás. Magyarországon hát, viszont nem ez történt az elmúlt évtizedben, tehát kifejezetten a nagy gazdaságok kaptak óriási támogatásokat, és alakultak ki ezügyben hatalmas agrárbirodalmak. Ez egy régi vita történik ezen a területen. Én azt gondolom, hogy azt le kell szögeznünk, hogy a különböző méretű gazdaságokra azokra szüksége van a mezőgazdaságnak is, a termelésre is. Tehát, hogyha fenn akarjuk tartani a versenyképességüket, akkor nekünk szükségünk van kisméretű, közepes méretű és nagyobb méretű gazdaságokra is. Egyébként pedig a támogatási rendszereket, azokat alapvetően ezeket a szabályokat az Európai Unió határozza meg. Tehát erre Magyarországnak főleg az első pilléres támogatásokra, tehát a terület alapú támogatásokra, ezekre valami kevés hatása van, minimális hatása van. De ismétlem, ez a koncentráció egyébként sajnos, éppen emiatt a hatékonysági kényszer miatt egy természetes folyamat, ezt legfeljebb lassítani lehet, ezt a világon mindenütt megfigyelhetjük. Azért, ha megnézzük, az Európai Unió mezőgazdasága, és ezen belül Magyarország mezőgazdasága is, a fejlett országokhoz képest, tehát mondjuk Amerikához képest, vagy akár olyan fejlődő, óriási exportpotenciállal rendelkező országokhoz képest, mint Argentína és Brazília, bizony nagyon töredezett, nagyon kis gazdaságok vannak itt még mindig többségében. Itt az látszik, amennyire én kiismerem magam ebben a dokumentumban, egyébként hát ez önmagában egy embert próbáló feladat, ez 1500 oldal, tehát nyilván végig nem olvastam. Ha abból az látszik nagyjából, hogy megpróbálja az Európai Unió a legkorszerűbb módon és a legnaprakészebb gondolkodással kiírni ezeket a pályázatokat, tehát a digitális átállásnak külön fejezete van, külön fejezetet kap az agrárökológiai program, amely egy teljesen új eleme ennek a támogatási rendszernek. Tehát vannak benne olyan pontok, a vízgazdálkodás például egy egészen új elem, amelyek kifejezetten reagálni próbálnak a kialakult helyzetre, ami nem csak Magyarországot sújtja, hanem egész Európát, nagyjából talán az egész világot, de hát ugye ilyen messze nem menjünk. Igen, azért ezek nem teljesen új elemek, tehát azt látni kell, hogy a támogatási rendszer, a közös agrárpolitika évtizedek óta egy lassú változáson megy keresztül. Tehát indultunk onnan a 80-as években, amikor mi még nem is voltunk tagok, hogy gyakorlatilag létezett egy nagyon szigorúan szabályozott piaci rendszer, tehát kázi egy ilyen tervgazdálkodásos rendszer, ahol a mennyiségek, az árak, azok mind központi szinten, mármint az akkori európai gazdasági közösség szintjén előre megvoltak határozva, előre szabályozva voltak. A termelők viszonylag biztonságban érezték magukat, és ennek következtében termeltek is, mint az őrült, tehát hogy emlékszünk még az Egészséges Erotika című filmben, hogy ugye termelik a ládákat akár kell, akár nem. A ladagyár, tehát hogy nem tudtak reagálni a piacra, ennek volt az eredménye a 80-as években, ezek a vajhegyek és gabonahegyek, tehát a túltermelés. Ennek azonban már rég vége. Az Európai Unió alapvetően változtatott ezen a politikán, és ennek a politikának három fő ismérve van ezeknek a változásoknak. Az egyik az, hogy folyamatosan csökken a költségvetési részaránya a közös agrárpolitikának. Ez a 80-as években valamikor még elérte a 70-75%-ot, ez ma már alig 30%. A másik az, hogy folyamatosan nő a tagállami hatáskör. Tehát egyre több minden dőlhet el a tagállamokban. A maga vidékfejlesztési láb, a második pillér az már eleve egy tagállamok által megtervezett, de azért Európai Bizottság Brüsszel által jóváhagyott tervdokumentum. Tehát egyre inkább nő a tagállami hatáskör, szorul vissza a közösségi jelleg, és a harmadik fő jellemzője, hogy egyre inkább szorul vissza az agrár jellege ennek a programnak. Tehát nem az agráriumnak a szabályai, az agráriumnak a törvényszerűségei, az agrártermelők szempontjai határozzák meg a politikát, hanem egyéb más elemek kerülnek be, hogy szerkesztő úr is említette, a környezeti fenntarthatóság, hogy csak a legfontosabbat említsem, de itt van még az állatjólét, az élelmiszer rendszereknek a fenntarthatósága, az élelmiszer
biztonság itt most elsősorban az élelmiszer higiéniára, tehát a minőségére gondolok, nem csak a mennyiségi aspektusára. Tehát ez egyre kevésbé agrár jellegű ez a politika, és ennek most csak az egyik lépését látjuk, és ahogy szerkesztő úr is említette, hogy a legfontosabb változás az az agrár ökológiai programoknak a megjelenése az első pilléres, tehát a területalapú támogatásokban, túlnyomó rész területalapú támogatásokban. Ez egy fontos szempont egyrészt abból szemben, hogy környezeti támogatás, fenntartható klímaváltozásról szóló támogatás, másrészt meg itt tetten érhetjük ezt a folyamatot, hogy egy olyan támogatási elem, ami korábban is volt, ez zöldítés nyilván korábban is volt a klímavédelmi, célzottan klímavédelmi elemei ennek a területalapú támogatásnak, ez most átkerül tagállami hatáskörbe legalábbis részben, hiszen a tagállam az eddigi kötelező unió által meghatározott intézkedések helyett maga alakíthat ki egy listát. Ezt ugye jóvá hagyta az Európai Bizottság, ez minden esetben azért jóvá kell hagyatni az Európai Bizottsággal. Ezt a listát, ezt maga viszont mondom tagállam alakítja ki, és a gazdák viszont ebből választhatnak. Tehát ezt nem kötelező ezt a programot végrehajtani. Ha jól olvasom a sorokat, akkor két ága lesz ennek a támogatási lehetőségnek. Az egyik maga az Európai Bizottság által nyújtott, a másik pedig a nemzeti hatáskörben maradó. Ilyen például Magyarországon a sertés ágazat, amit az Unió ebben a formában nem mert, hogy külön kiemelkedett. A tejhasznú ágazatot, és még egy-két dolgot, mondjuk a méhek, baromfik támogatását tekinti alapnak. Magyarország viszont például a sertés ágazatot is. Igen, annyit azért pontosítanék, hogy maga a közös agrárpolitikai rendszer, aminek a tervezési dokumentumát, ugye most tavaly november 7-én az Európai Bizottság jóvá hagyta, ez azért már jelenleg is, mint ahogy említettem, ez társfinanszírozott, tehát itt egyre inkább nő a nemzeti hatáskör. Ez azt jelenti, hogy ugye két pillér van, az első pillér az a közvetlen támogatások, tehát ez úgymond egy ilyen minden évben a gazda az adott területének, a művel területének az alapján kapja, illetve kisebb részben az állatlétszám alapján kapja. Tehát ez egy kérelem alapú támogatás, amennyiben megfelel a feltételeknek, nagyon szigorú feltételeknek, akkor megkapja a támogatást. És van a második pillér, ez pedig a vidékfejlesztési program, ami viszont pályázatos alapon működik. Itt viszont már megjelenik a társfinanszírozás, itt a magyar állam azt vállalta, hogy a 20%-os uniós részhez 80%-os hazai támogatás finanszíroz. És van egy harmadik pillér, zárójelbe szoktuk ezt úgy mondani, mert azért ez nem egy hivatalos elnevezés, amire a szerkesztő úr is utalt. Vannak olyan ágazatok, amelyek az első két pillér alapján nem kapnak támogatást, kimaradnak ebből különböző okokból. Ennek nagyon régre visszamenő agrárpolitikai megfontolások vannak emögött, de ilyen például a sertéságazat, és ez kizárólag hazai finanszírozásból, kizárólag hazai költségvetésből kap támogatást. Ennek azonban a mértéke, a mérete az elenyésző a másik kettőhöz képest, eltörpülnek ezek az összegek a másik kettőhöz képest, és még egy fontos dolog, hogy azért ezeket a programokat is mindig az Európai Bizottsággal jóvá kell hagyatni. Tehát az agrárpolitika területén úgymond még mindig nem engedte el a Brüsszel a tagállamoknak a kezét, hiszen ha itt minden tagállam a saját íze szerint, a saját költségvetési lehetősége szerint elkezdeni támogatni az általa preferált ágazatokat, azok nagyon komoly versenyelőnyhöz, versenykülönbséghez vezethetnek, úgy, hogy egyébként a piac az pedig egységes. Tehát itt a mezőgazdasági termékek, mint minden más termék, szabadon áramolhatnak az egyes országok között. Köszönöm szépen, az elég részletes, de hát nyilván mindenre nem kiterjedő tájékoztatás Mezei Dávidnak, az MKB Nyrt. És Takarékbank Zrt. Agrár és uniós kapcsolati vezetőjének. Szép napot kívánok önnek, és büszke vagyok rá, hogy végig tudtam mondani ezt a hosszú nevet, ami az ön nevéhez tartozik, hogy ezt a hosszú címet. Minden jót kívánok. Szép napot kívánok. Viszontlátásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon. Perc kezdeményez, Fót fideszes polgármestere a városban létesülő akkumulátorüzem miatt. A katasztrófavédelem nemrégiben engedélyezte egy dél-koreai cégnek 4000 tonnányi veszélyes anyag tárolását az agglomerációs településen. A vonalban Varga Nóra független fóti képviselő.
Az önmagában szokatlan és furcsa, hogy egy kormánypárti önkormányzat, egy kormánypárti polgármester a hatalommal szemben perkezdeményez. Ehhez képest nyilván a Fótiak nem meglepve, hanem megnyugodva lehetnek az ügyben, hogy legalább valaki hozzányúl ez a témához. Jó reggelt kívánok Varga Nórának! Jó reggelt kívánok! Igazából a történet miről szól? Tegye meg, hogy pár mondatban összefoglalja, mert nyilván annak volt előzménye, hogy hogy kerül oda a veszélyes anyag, és nyilván nem egyik pillanatról a másikra rajtaütésszerűen kezdődött ez a dolog. Hát meg fog lepődni, de valójában szinte rajtaütésszerűen kezdődött a dolog. Teljesen váratlanul érkezett 2022. októberében, október elején, majd október végén egy-egy akkumulátor üzem. Az első egy akkumulátor összeszerelő kérelme volt a környezetvédelmi eljárásban, a második pedig ez az ominózus veszélyes anyagraktáré, ez már iparbiztonsági eljárásban a katasztrófavédelem folytatta le az ügyet. Magáról az ügy elindulásáról csak onnan tudtunk, hogy valahol közzétették ezeket az eljárásokat, és véletlenül, illetve az elsőnél az átlátszó egyik munkatársa segítségével értesültünk róla, így tudtunk megfelelő módon észrevételeket tenni. Igazából nem volt előjele annak, hogy Fótra akkumulátorüzem vagy bármiféle akkumulátorgyártást kiszolgáló tevékenység fog jönni, nem is számítottunk rá. Az a terület, ahol a két üzem, az összeszerelő, illetve a raktár megjelent, az egy logisztikai bázis, a HelloParts logisztikai bázisa, ahol sok mindenre gondoltunk, erre biztosan nem, hogy akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység lesz. Mondhatom, szerencsére Fótváros önkormányzata, annak ellenére, hogy egyébként 12 képviselőből vagy testületi tagból 8 fideszes, az első perctől kezdve egységes volt abban a kérdésben, hogy ez így nekünk nem tetszik, ez így nekünk nem jó. Úgyhogy mind a környezetvédelmi eljárásban, mind a katasztrófavédelem előtt folyó eljárásban észrevételeket tettünk, határozatot hoztunk róla, kivétel nélkül minden alkalommal, egységes, egyhangú szavazással, és ennek az eredménye lett az, hogy polgármester úr javasolta a perindítást is. Egy kicsit kurtán furcsán javasoltad, a lényeg az, hogy ő is felvette a ritmust azokkal, akik már régóta dolgoznak ezen az ügyön, és elfogadta ezt is. Hogy lehet valamit kurtán furcsán javasolni, aminek per a vége? Úgyhogy nem volt rendesen előkészítve maga az előterjesztés, a javaslat egyszer csak egy egyebek napirendi pontban a testületi ülésen. Ja, úgy mellékesen. Úgy mellékesen, igen. Ő most perc fog indítani, most akkor csak azt tegye fel a kezét, aki ezzel nem ért egyet, és akkor néhányan jeleztük, hogy hát ez nem pont így kéne működjön, aminek az eredménye az lett, hogy másnapra rendkívüli testületi ülést hívott össze a polgármester, ahol már részleteiben is megtudtuk, vagy tudtunk beszélni a javaslatáról, és hát a természetesen a szándék, hál' Istennek, nem volt kétséges, ugyancsak egyhangú szavazással döntött a testület úgy, hogy Fótváros önkormányzata perel. Ugye itt ez a történet, ez még nem csak, hogy önöket meglepte, hanem véget sem ért a jelek szerint, mert itt vannak olyan hírek is, ez a dél-koreai sajtóból szedte elő a Magyar Narancs újságírója, hogy a Gödi Samsung gyár bővítése az önök irányába és ezzel a dél-koreai gyárral, amelyik oda települt, közösen folytatódna. Tehát, hogy ez még szintén a Fótiakat érintő kérdés hát, lehet. Talán Fóton akkora terület, hogy oda valójában egy teljes gyár jöjjön, nincsen. Viszont az mindenképpen aggasztó, hogy várhatóan a harmadik Samsung gyár az Göttől Dunakeszi irányába fog terjeszkedni, tehát valóban közelebb került hozzánk is, és minden eddiginél több általunk ellenőrizetlen anyag tud a levegőbe kerülni. Fót számára ez azért nagyon nagy gond, mert gyakorlatilag az uralkodó szélirány miatt, az uralkodó széljárás miatt, ami a Gödi Samsung gyárból a levegőbe kerül, az Fót felé érkezik. Öntől az ön Facebook bejegyzéséből lehet tudni, hogy ráadásul az alatt a csarnok alatt, amelyik a veszélyes üzem kategóriába tartozik, vízbázis található. Ez józan ész alapján eleve kizárná, hogy egy veszélyes vegyi anyagokkal foglalkozó dolgozó üzem kerüljön fölé. Én is ezt gondolnám, a helyzet az, hogy ennek a veszélyes anyagokkal, ez veszélyes anyag raktárnak környezetvédelmi eljárás még csak le sem kellett folytatnia, mert a magyar jogszabályok szerint nem szükséges, hogy a környezetvédelem ezt a veszélyes anyag raktárt vizsgálja.
a környezetvédelmi. Ez nagyon furcsa. Én nekem is nagyon furcsa, de... Tehát nem itt kezdődne a dolog? Ugye ezt a környezetvédelmi hatásvizsgálatot a debreceniek is kérik például az ott létesítendő akkumulátorüzem kapcsán. Lehet, hogy ott sem kell? A jogszabály, a kormányrendelet, ami erről rendelkezik, az azt mondja az egyik mellékletében felsorolva, hogy a környezetvédelmi hatóság belátása szerint kötelezhet egy akkumulátorgyárat arra, hogy készítsen környezeti hatástanulmányt. Még csak nem is kötelező nekik első körben. Például a Gödi Samsung gyárnak nincs is ilyenje. A környezetvédelmi hatóság a Gödi Samsung gyárra annak idején azt mondta, hogy tekintettel arra, hogy a gyárnak nincs jelentős környezeti hatása, ezért nem szükséges neki környezet használatjelentés. Hát nagyjából azért ez úgy néz akkor ki, hogy nincs környezetvédelmi minisztériumunk, de voltak éppen környezetvédelmi hatóságunk is ötletszerűen. Nagyon, teljesen rendezetlen ez a része ugye a környezetvédelmi hatósági eljárásnak. Nagyon nagy baj, ahogy ön mondja, hogy nincs környezetvédelmi minisztériumunk, nem csak azért, mert nincs egy csúcsszerve a környezetvédelemnek, hanem azért, mert ez tökéletesen mutatja, hogy mennyire veszik ezt komolyan, vagy mennyire tekintik ezt fontosnak, semennyire. Ez úgy elvész valahol a kötelezően letudandó feladatok között, és foglalkoznak vele néhányan, akikről nem kétlem, hogy elég sokat dolgoznak vele, de még a jogszabályok sem adnak rá lehetőséget, hogy az ember valójában felelősen környezetvédő gondolkodással tudjon eljárni. Ugye, de most akkor egy akkumulátor összeszerelő üzemet hoznak a kínaiak, és egy veszélyes anyagtárolást biztosító raktárt a dél-koreaiak. Ezek az üzemek milyen állapotban vannak, vagy ezek az egységek? Tehát valamelyik már működik a kettő közül? Tudomásom szerint a raktár bázist üzemeltető HTNS Kft., tehát amelyik a raktárat, a veszélyes anyag raktárat fogja üzemeltetni, már több mint egy éve ott van a csarnokban, vagy hát a telepen, csak éppen még a veszélyes anyag nincs bent a raktárban, legjobb tudomásunk szerint. Ugye ebben sem lehetünk biztosak, hiszen a határozat, az engedély az január 2-án érkezett az önkormányzathoz, gyakorlatilag készhez vette már mindenki, és a magyar jogi eljárások szerint ez a határozat véglegessé vált a készhezvétellel. Elindítottuk ugyan a pert, amiben kértünk úgynevezett azonnali jogvédelmet, és azt, hogy függesszék fel a határozat hatáját, de hát gyakorlatilag akár már be is hordhatott oda egy nagy halom veszélyes anyagot a raktározó. Erről ugye nincs tudomásunk, hiszen mi egyszeri lakosok, önkormányzati képviselők arra a területre csak akkor mehetünk be, ha a tulajdonos minket oda beenged, hiszen ez egy magánterület. Ez egy közigazgatási per lesz, ami tehát ilyen módon elindul, és itt van. Az Alperes, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság így lehet. Így van, az ő határozatát támadtuk meg. Nyilván gyorsított eljárásban kell egy ilyet intézni, másképp értelmetlenné válik. Erről van valami információjuk, hogy hol tart az ügy? Semmi. Ugye most adtuk be, tudomásom szerint a tegnapi napon adtuk be a keresetet, pénteken döntött róla a képviselőtestület, a hivatal a keresetlevelet ügyvédek segítségével elkészítette, a város ügyvédei segítségével beadta a keresetet, kértünk azonnali jogvédelmet, innentől kezdve meglátjuk, hogy a bíróság mennyire érzi fontosnak vagy sürgősnek. Köszönöm, hogy ezeket megtudhattuk öntől. Varga Nóra független Fóti képviselő volt itt a vonalban. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Megjelent a Policy Solutions évkönyve 2022 legfontosabb magyar politikai, gazdasági és társadalmi trendjeiről. A politikai évkönyv valamennyi fejezete kitekintéssel zárul azokra a trendekre, amelyekre 2023-ban figyelni érdemes. Ezekről beszélgetünk Bíró Nagy Andrással, a Policy Solutions igazgatójával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát akkor kezdjük egy ilyen nagyon zanzásított, gyors összefoglalóval. Milyen évünk lesz 2023-ban? Mire számít a Policy Solutions? Arra számítunk, hogy a kormánynak ez lesz a legnehezebb éve talán, amióta Orbán Viktor 2010-ben újra kormányra került, de az ellenzéknek sem lesz könnyebb, ami pedig arra vezethető vissza, amilyen állapotba került a 2022-es választások után. Tehát míg azt mondhatjuk, hogy 22 egyébként az Orbán kormány szempontjából, talán belpolitikai szempontból az egyik legsikeresebb év volt, nem csak azért, mert hogy mekkora választási győzelmet arattak, hanem azért is, mert ez együtt járt az ellenzék szétesésével, azért azt is mondhatjuk, hogy közben nemzetközi
szintéren a kormány ritka nehéz helyzetbe került, és szerintem a 23-as évnek az egyik nagyon fontos kérdése az lesz, hogy a magyar EU-s kötélhúzásban végül hogyan zárulnak a dolgok, és az ország hozzájut-e az uniós pénzekhez. Kicsit félvejegyzem meg, mert van ennek egyfajta az ellenzék által sugallt íze is, de szerintem egy kormánypárti szavazó is azért azt érzékeli, hogy nagyon sok esetben van különbség a kormány által állított tételmondat és a szűken vett valóság között. Például a mindenkit megvédünk, vagy senkit nem hagyunk az út szélén, vagy hogy a rezsicsökkentés és az ő megvédése mindenáron. Tehát meddig tudja vajon a kormány fenntartani azt a látszatot, hogy minden rendben van még akkor is, hogyha az ember maga, aki ezt hallja, nem ezt érzékeli. Nagyon fontos, amit most felvetett, mert szerintem a 23-as évnek a másik fontos kérdése az a kormány úgynevezett válságállósága, tehát hogy egy ilyen minden kétséget kizáróan mély gazdasági válság, ami egyre jobban belegyűrűzik az emberek életébe, az mennyire viseli meg az ő támogatottságukat. Ez a válságálló kifejezés, ez elég rossz ómen a kormány számára, mert azt mondták például, hogy a magyar gazdaság válságálló, ha jól emlékszem, ez volt a 2022-es kampány egyik tételmondata. Igen, de ugyanakkor arról se feledkezzünk meg, hogy egy nagyon-nagyon hatékony propaganda gépezet segíti a kormánynak a mindenféle keretezési képkészségeit és kísérleteit, és erre talán a legjobb példa a háborúnak a elmagyarázása volt, ami azért a háború kitörésekor egy évvel ezelőtt egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy ilyen nagy sikert hoz a kormány számára, mégis néhány hét alatt aztán a saját narratívájukat gőzhengerrel tudták keresztül nyomni. Ezért ezt a válságot, ha jól megnézzük az utóbbi hónapokat, és ez talán kivetíthető a következő hónapokra is, hogy mi fog történni, akkor nagyon nagy erővel hárítják át a felelősséget külföldi szereplőkre, kifejezetten erős ugye a brüsszelezés, az uniós szankciókra való mutogatás, és sokkal kevésbé tudatosul talán mondhatom ezt, eddig egyelőre az emberekben az, hogy egyébként hazai eredetű problémák is jócskán hozzájárulnak, sőt, súlyosbítják azt a helyzetet, ami Magyarországon van, a gazdasági értelemben. Időnként egészen elképesztő jelei vannak annak, hogy a kommunikáció hogyan zajlik a kormány részéről. Ugye most jelent meg tegnap egy cikk, aminek az volt a címe, hogy Finnországban az elhibázott szankciók elképesztő inflációt okoznak. Talán egy mondat még, vagy egy szó még ott hiányzik abból, amit én most idézek, fejből mondom. Most ehhez képest Finnországban az elképesztő infláció 8%-os, miközben Magyarországon 25. Én teljes mértékben egyetértek, tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan gazdasági helyzet, amit nagyon-nagyon nehéz kimagyarázni. Mégis ezt ebből igazából szerintem akkor tudna profitálni Bárcsanás, hogy akkor, inkább úgy mondom, akkor járna ez valószínűleg a kormány nagy visszaesésével és valami politikai veszéllyel, hogyha ebből egy ennél erősebb és egységesebb ellenzék egyértelmű alternatívát állítva profitálni tudna. És ez az, ami talán a Fidesz támogatottságának jelenleg az egyik legnagyobb megtámasztója, az, hogy ha hitelességi versenyt fut mondjuk a kormány vagy az ellenzék, akkor még mindig jobban elhiszi nagyon sok magyar ember a kormánynak, hogy a látható problémák ellenére még mindig jobb kézben van az ő kezükben az ország, vagy a kormányzás, mint hogyha ez a sok szereplőből álló, jelenleg azért a széttöretezettség jeleit mutató ellenzék kormányra került. Dobrev Klára és az ő árnyék kormánya pontosan ezt felismerve próbál ellensúlyt képezni és valamiféle alternatívát mutatni. Mi az ön véleménye arról, hogy ez mennyire lehet sikeres? A 22-es kampány azért javarészt arról szólt, hogy hogyan próbálják az ellenzéki együttműködést egy Gyurcsány Ferenc által mozgatott színjátékként bemutatni, és jól láttuk, hogy ez bizony nagyon komoly sérüléseket okoz a mai napig, tehát míg ugyanakkor látható egy ilyen dominancia kísérlet a DK részéről, ami nem is teljesen sikertelen, hiszen láthatjuk, hogy az ellenzéki pártok közül magasan a legerősebbek, és tudnak is átcsábítani politikusokat más, sokkal kevésbé jól szereplő pártokból, de nagyon jól látszik az, hogy ameddig ez egy Gyurcsány Ferenc által fémjelzett kísérlet, addig ennek az, nem csak az ellenzéki téren belül, hanem az egész magyar társadalmon belül komoly korlátai vannak. Tehát arra jó lehet ez a kísérlet, hogy megerősíti a DK szerepét az ellenzék vezető erejeként, de a kormányváltáshoz
talán nem hozzuk. De nem úgy van közel, az mint közben, hogy már mindent elmondtak Gyurcsány Ferencről és családjáról, ami elmondható? Tehát, hogy itt már mi lehet még új ötlet, ami hat a társadalomra és ellenpontot tud jelenteni? Természetesen mindent elmondtak róla, és ez alapján a magyar társadalom közel 100%-ának van is véleménye. Nem csak az Orbán kormányról, hanem van véleménye Gyurcsány Ferencről, vagy akár a DK-ról is, vagy az eltöbbi ellenzéki szereplőről is, és ez alapján az látszik, hogy továbbra is a magyar politika egyik legnépszerűbb tanács szereplője. Ilyen módon viszont akkor Orbán Viktor hátra dőlhet, mert hogy hiba, vagy nem hiba, infláció, vagy pénzromlás, vagy uniós viták és az unióból való kilépése, viccelődés, ahogy azt mára megtudtuk. Tehát ez igazából azért mindegy, mert nem lesz kire szavazni rajta kívül. Ezért állítjuk mi ebben az elemzésünkben, amit a 22-es, tehát a 23-as évről készítettünk, hogy pontosan, tehát hogy az ellenzéknek a gyengesége és a széttervezettsége az, ami ott tartja az Orbán kormányt, hogy a legsúlyosabb válsághelyzetekben is, már pedig azt kell, hogy mondjam, az utóbbi fél év azért már ízelítőt adott nekünk abból, hogy mondjuk 23-ban mi várható. Ennek ellenére ezt a válságállósági tesztet szerintünk, ezt tartjuk valószínűbbnek a kitekintésünkben 23-ra, hogy ezt is túl tudja élni az Orbán kormány. Ez sokkal másként nézne ki, hogyha mondjuk olyan lenne a helyzet politikailag, mint a 2008-as-9-es válságban, amikor egy válságban lévő, válságkezelés közben lévő kormánnyal szemben ott volt egy erős Fidesz, ami ebből profitálni tudott. Ezt mi most nagyon nem látjuk fordítva, és ez az egyik, ami bizony fönntartja a Fidesz magas támogatottság. Van Orbán Viktor előtt kényszer arra, hogy az Európai Unióval így vagy úgy, de végül is egyességet kössön olyan kérdésekben, amit a bizottság például tételesen felsorolt is, ami miatt nem folyosítja a pénzt? Navracsis Tibornak a múlt heti brüsszeli látogatásán talán már kaphattunk egy ízelítőt abból, hogy mi az a hozzáállás, ami egyedül a pénzhez vezethet, és azt hiszem, az nem is kérdés, hogy a magyar gazdaságnak nagyon komoly szüksége van erre a pénzre, és ez pedig egy egyértelmű hátraarc volt, és a követelések, vagy hát nem is követelések, hanem igazából azok a szupermérföldkövek, amiket rögzítettek az uniós csúcson tavaly decemberben, hogy ezeket bizony teljesíteni kell március végéig, április elejéig, hogyha a kormány valamit szeretne. Ezen a 27 szupermérföldkövön nagyon könnyű elhasalni, és azt gondolom, hogy itt trükkök tucatjaival, tehát hogy elbábozzuk, hogy csinálunk is valamit, de közben nem csinálunk semmit valójában. Ilyen típusú intézkedésekkel szerintem nem lehet már pénzhez jutni. Ennél már jobban elvesztette a jó indulatot az Orbán kormány. Tehát nem csak az uniós intézményekben, hanem a többi tagállami fővárosban, az Európai Tanácsban is, ahol tehát a többi kormány ül. És ezért gondolnám én azt, hogy a következő 2-3 hónapnak a legfontosabb, talán mondtam, hogy gazdasági és külpolitikai kérdése is az, hogy az Orbán kormány valóban hajlandó-e teljesíteni azokat a dolgokat, amelyeket a pénzhez jutás érdekében megszabtak, vagy pedig próbálja ezeket is kijátszani, szerintem csak egy igazi fordulattal, tehát nagyjából egy olyasmi fordulattal, amit Navracsistól hallhattunk az Erasmus program kapcsán, amiben egyértelműen kinyilvánította azt, hogy hajlandóak visszahívni vezető politikusokat egyetemi kuratóriumokból, és hogy a mandátumokat is nem életre szólóan szabnák meg. Tehát ezek egyértelmű hátraarcot mutattak. Hogyha hasonló módon áll hozzá a többi kérdéshez is a kormány, akkor azt gondolom, hogy hozzájuthat a pénzekhez, de a szokásos éveken keresztül folytatott játékkal ez szerintem már nem fog menni. Visszatérve Magyarországra, ha az ellenzék nem is, a társadalmi elégedetlenség és a társadalmi megmozdulások elbizonytalaníthatják-e Orbán Viktor és kormánya pozícióját? Gondolok itt például arra, hogy azt hitték, hogy a pedagógus ügyet is egy pillanat alatt el lehet intézni néhány pedagógus kirúgásával. Aztán látjuk, még szó lesz a ma reggeli Aktuálban is erről, hogy például ma is nagy megmozdulások és országos hatáskörű, hatókörű tüntetések lesznek. Szóval, hogy mintha nem lenne ez annyira evidens, hogy mindent kontrollálni tud a kormány. Ezt mi is így gondoljuk, és ezért is véljük úgy, hogy 23-ban a közoktatás az továbbra is egy ilyen forró terület marad, ahol nem maradnak abba. Nem marad abba az elégedetlenség sem, és nyilván ebből fakadóan a tiltakozás sem, vagy a sztrájkok akár, vagy a tüntetések, tehát mi számítunk egy elhúzódó konfliktusra a közoktatás terén. Nem csak a tanárok és a kormányzat, de hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a tanárokat támogató diákok,
és a diákokat, illetve a tanárokat is támogató szülők részéről. Ez valóban egy olyan súlyosan rosszul működő közszolgáltatás, egy olyan súlyosan rosszul működő a rendszer, ahol az elégedetlenséget már nem elég rendpárti eszközökkel megpróbálni kezelni, hanem itt valóban igazi közpolitikai reformokra lenne szükség, illetve nyilvánvalóan sokkal több pénzre és béremelésekre és egyéb dolgokra, amelyek tudnák ezt a problémát orvosolni, és erre semmilyen szándékot nem látunk, ezért gondoljuk azt, hogy ez lehet az egyik legforróbb terület 23-ba, amire tehát nem csak a ma reggeli műsorban, hanem azt hiszem még hónapokon keresztül majd figyelni kell. Ajaj, és hát ugye egy mozdulattal maga az oktatás ügye, mert itt nem csak a pedagógus bérekről, hanem az oktatás egészéről van szó, még csak meg sem oldódik. Köszönöm, hogy ezeket elmondta. Gondolom, ez egy nagyon vaskos tanulmány, amiről beszélgettünk, tehát ezzel érdemes megismerkedni. Ez egy 80 oldalon összefoglalt, és egyébként angol nyelven kiadott politikai évkönyv, amit úgy hívnak, hogy Hungarian Politics in 2022, és ezt az évkönyvet a Policy Solutions oldalán meg lehet látni, és ingyen le lehet tölteni. Igazgató úr, köszönöm szépen. Bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója volt itt a vonalban. Kellemes napot kívánok önnek. Köszönöm a lehetőséget. Január 31-e van, 7 óra 56 perc, mindjárt jönnek a hírek, addig néhány kereskedelmi információ, és utána folytatjuk az aktuált. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon. Január 31-én 8 óra 6 perckor köszöntöm Önöket a Spirit FM-ben az aktuál című reggeli műsorban, aminek a szerkesztője Toró Nikolett, és amely azon a napon indult el ma reggel 7-kor, amely nap a szolidaritás napja a szakszervezetek által meghirdetve. Ez arra hivatkozik és emlékezik, hogy ma egy évvel ezelőtt indultak el a tanár megmozdulások az oktatás helyzetének javításáért, és nem utolsó sorban a pedagógusok helyzetének a javításáért. Ma reggel a diákok ülősztrájkjával indul a szolidaritási nap, ez gyakorlatilag most zajlik valószínűleg, és tart majd egészen estig. Ennek részleteiről és okairól Dömsödi Andreát fogom nem sokára kérdezni, aki a Civil Közoktatási Platform ügyvivő testületének koordinátora. Micsoda elnevezéseket tudnak kitalálni. Aztán jönnek a köztisztviselők, akik 25%-ot kértek, és semmit sem kaptak. Boros Péternét fogják hallani, majd a szakszervezetük elnökét. Nyugdíjszakértőt is megszólaltatunk Sületi-Szigeti Bulcsú személyében. Véget érhetett az idősek anyagi leszakadása. Ez az állítás, de ez a másik oldalon hozzátartozik, hogy ez csak azért történik, mert közben mások is bajba kerültek, és ettől nem nyílik, hanem inkább húzódik össze az a bizonyos olló, amit ilyenkor említeni szoktak. Várjuk majd azt, hogy megértsük, hogy igazából most miről beszél az államtitkár, amikor arról beszél, hogy lehető legtöbb napelemet kell csatlakoztatni az országos hálózathoz. Ugye önök is emlékeznek rá, ez most voltaképpen tilos. Úgyhogy most lehet vagy nem lehet, kell vagy nem kell, ezt a kérdést is körbejárjuk, és aztán beszélünk majd arról, hogy hogyan alakult a kézilabda világbajnokság. A dánok megnyerték, de vajon mi nyertünk vagy vesztettünk ezen a világbajnokságon? Ugye tele a pohár, vagy félig üres, vagy hogyha félig üres, akkor igazából az félig telve van, ezt majd körbejárjuk Ágai Kis András sportújságíró kollégával, a Kézilabda Szövetség korábbi sajtófőnökével. Meg majd arról is beszélünk, hogy bár bejelentette Kocsis Máté, de hivatalosan Magyarország még most sem lépett vissza a jövő évi kézilabda világbajnokság megrendezésé, az EB lesz. Szóval a jövő évi kézilabda EB megrendezésétől. Ezek a témák 9-ig, és hogyha lesz időnk, akkor még Toróniki is hallatja hangját az adás végén, hogy megtudjuk, hogy mik azok a legfrissebbek, amikre nem jut időnk a következő egy órában, csak néhány említés szintjén. Hát akkor vágjunk bele. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ma van a szolidaritás napja. Pont egy éve kezdődött a tanárok tiltakozása egy figyelmeztető sztrájkkal. A Tanítanék Mozgalom évértékelő gálát szervez, hogy áttekintsék a tavalyi évet az oktatási mozgalmak szempontjából. Ehhez csatlakozik a Civil Közoktatási Platform is. A vonalban Dömsödi Andrea, az ügyvivő testület koordinátora. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha gálát rendeznek, akkor az egy ilyen ünnepség, műsor lesz, és pompa, és jó hangulat, mert minthogyha valami siker lenne. De közben én azért ezt úgy látom, hogy az elmúlt egy esztendő alatt nem, hogy elérni nem sikerült semmit, hanem talán rosszabb a helyzet, mint valaha.
Hát ez egy érdekes interpretálása ennek. Hát valóban semmiképpen nem érzi ma az oktatásban senki, hogy alapvetően jobb lenne a helyzet. A gála alapvetően nem erről szól, hanem köszönet, kitartás, de ugye erről alapvetően a tanítanék szervezőit kellene megkérdezni, de amit én belülről a civil közoktatási platform tagjaként érzékelek, az mindenképpen egyfajta előrelépés, hogy egyre többen mozdulnak meg ebben az ügyben, egyre több szervezet alakul és csatlakozik ezekhez a mozgalmakhoz. Önöknek lesz egy konferenciájuk, amely konkrétan arról szól, hogy együttműködő közoktatás, együttműködő társadalom név alatt arról érdemes beszélni, hogy hogyan változott a két oldal, ha ez egyáltalán szétválasztható, szerintem nem is, de mégsem volt korábban ez jellemző, hogy a társadalom együtt mozdulna a pedagógusokkal, és az ő véleményükkel valamiféle választ adna. Szóval, hogy hogyan változott meg ez az elmúlt egy esztendőben? Önök mit érzékelnek? Hát azt érzékeljük, hogy ez nyilván lehet látni, hogy amikor ugye egy évvel ezelőtt elindultak a pedagógus sztrájkok, akkor azért az elsősorban az iskolai dolgozókról szólt, azért már akkor sem csak a pedagógusokról, viszont egyre több egyéb csoport száll bele ezekbe a tüntetésekbe, egyre több a diák megmozdulás, és egyre erősebb, és egyre több szülő is kiáll emellett, mert hát látják, hogy ez nem csak a pedagógusok és az iskolai dolgozók belügye, hogy mi történik egy iskolában. Az, hogy az elmúlt egy évben a kormányzat hogyan reagált és milyen lépéseket tett, az igazából azt mutatja talán inkább, és nagyjából erről beszélgettünk is a Policy Solutions igazgatójával egy pár mondat erejéig a hírek előtt, hogy nem enged a kormányzat. Tehát amikor az a kérdés felmerül, hogy hogyan tovább, akkor erre azt a választ adja, hogy majd a belügyminiszter. Amikor a belügyminiszterhez fordulnak, akkor az a válasz, hogy jó, akkor bevezetünk egy egészen újfajta minősítési rendszert, még keményebben fogjuk a pedagógusokat, ráadásul el is bocsátjuk őket, de majd egyszer megtudják. Szóval, hogy minthogyha egy olyan falnak próbálnának menni, ami nem enged. Igen, ez mindenképpen egy nagyon erős falnak tűnik, ezt így lehet látni, de ez nem jelenti azt, hogy csöndben kell maradni. Másik oldalról pedig ugye elindultak, ugye ez az előbb említett szakmai műhelyünk is alapvetően arról szól, hogy nem adjuk fel, és egy belső alulról építkezés van. Ez a program is arról szól, hogy ebben a rendszerben mit lehet tenni, mit tehet egy szülő, egy diák és egy pedagógus csoport, hogyha összefognak együtt, hogyan lehet érdekérvényesíteni iskolán belül. Másrészt a civil közoktatási platformnak ma 10:45-kor egy online programja is indul, ami kifejezetten pedagógusoknak szól, ami pedig ugye arról szól, hogy egy ilyen gyermekellenes rendszerben hogyan lehet mégis gyermekközpontú pedagógiát művelni a pedagógusoknak. Próbálunk felkészülni arra, hogy ha esetleg itt lesz egy változás, akkor ugye ez nem egyik pillanatról a másikra fog egy pedagógus társadalom megváltozni, és azért jelen rendszerben is lehet sok mindent tenni a gyermekeknek. Mondott egy nagyon fontos mondatot, amiről nem nagyon szoktunk beszélni, pedig egyébként nem egy teljesen új mondás, a gyermekellenes rendszer. Ugye általában itt a pedagógus bérekre szokta a kormányzat leszűkíteni az összes követelés értelmezését, miközben a pedagógusok mindig elmondják, hogy de hát ez csak egy jele annak, vagy oka annak, hogy miért nincs elég pedagógus, de igazán nem csak emiatt tiltakoznak. A gyermekellenes rendszer az önök értelmezésében, vagy az önében, az mit jelent? Hogy írná le? Hát ez nagyon sok ponton megfogható. Ugye ez alapvetően a legkönnyebben talán a gyerekek túlterhelésével, már alsó tagozaton, de középiskolában is többet dolgozik egy diák, mint egy hagyományos alkalmazat, tehát 40 óránál több tanulnivalójuk van, ez semmiképpen nem nevezhető gyerekbarátnak. Ugyanez a helyzet a tantervekkel, és nyilván az ezekre épülő tankönyvekkel, nem életszerű, túl sok, nem tanulható módon van felépítve, ami szintén nem a gyerekeket támogatja. Az pedig, hogy nincs kellő mennyiségű és minőségű szakember a rendszerben, az szintén nem segít a gyerekeknek. A túl magas osztálylétszám ugye nagyon sok intézményben
a nem szakképzett pedagógus, a nem szakos helyettesítések, sőt egyetlen az, hogy helyettesítés van, és nem állandó pedagógus van, hanem adhok, ahogy éppen ki az, aki be tud menni az adott órára, ezek mind-mind az ellen vannak, hogy a gyerekek egy nyugodt, biztonságos környezetben működjenek. És akkor még nem beszéltünk a tanulási környezetről, amiről ugye tudjuk, hogy nagyon sok helyen alapvetően már akár a gyerekek élete is veszélyben van, tehát nem biztonságos, de hogy semmiképpen nem egészséges, és akkor a modern módszerek, azok pedig a legtöbb helyen nagyon csak vágyálomnak számítanak, mert hogy a terek, az eszközök, tehát az osztályterem berendezése, elrendezése, a rendelkezésre álló eszközök, ezek nem a modern pedagógiát segítik, tehát hogy sokkal nagyobb energiát kell egy elhivatott pedagógusnak beletennie abba, hogy valami jót tegyen a gyerekkel, mint hogyha ezek a feltételek biztosítva lennének. Lesz bőségesen szolidaritás a pedagógusokkal és mindazokkal, akiket érint ez a ma zajló esemény a különféle szakszervezetek segítségével és által 5 perces munkabeszüntetések formájában. És a mai napon a szakképzésben dolgozók is sztrájkba lépnek, ami ugye egy új eleme ennek a történetnek, mert idáig azért a pedagógus szakma eléggé egyedül volt hagyva a társágazatok által. Igen, ez egy nehéz kérdés. Ugye maga a pedagógus, tehát az oktatási rendszernek is az a problémája, hogy a kormányzat ezt is szabdalja szét, tehát ugye az, hogy már a szakképzők eddig nem tudtak belépni a hagyományos sztrájkba, ez is probléma volt, mert más minisztérium, más fenntartás, a különböző területek, tehát az egyházi fenntartásúak, a különböző, tehát az óvodák is máshova tartoznak, tehát egyszerűen nincs egy egységes oktatási koncepció, emiatt nyilván az egységes fellépés is nehéz, és az pedig valóban nagyon fontos, hogy most már nem csak az oktatáson belüli résztvevők hallatják a hangjukat ez ügyben sokkal erőteljesebben, hanem egyéb szolidaritási, más területek szolidaritási akciói is meg fognak a mai napon jelenni. Hát az én gyermekem óvodájánál is először történik ma valami, ott a szülők álltak láncba, és hát ott még sosem volt semmi ilyesmi, ami azt mutatja, hogy azért egyre többen érzékelik, hogy valamit tenni kellene. Mindjárt beszélgettünk egy szakszervezeti vezetővel, ők például Állj ki magadért és csatlakozz te is alapon hirdettek szolidaritási akciót, mindjárt meghallgatjuk ezügyben Boros Péternét. Önnek viszont köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre áll, szerintem sűrű napjuk lesz, úgyhogy elengedem. Este meg érdemes lesz figyelni majd azt az eseményt, amit a Tanítanék évértékelő gálájaként lehet megismerni. Ez este 7 órakor kezdődik, és hát amellett, hogy fontos dolgok fognak elhangzani, ráadásul ez egy sztárparádi Alföldi Róbertől, Pintér Béláig, Nyári Krisztiántól, Máté Gáborig, Mácsai Pálig, Erdős Virágig, ezt fel sem tudom sorolni, annyi mindenki lesz ott. Bojár Gábor például, úgyhogy érdemes lesz erre is figyelni, ez majd este 7-kor kezdődik. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Dömsödi Andrát hallották az imént, a Civil Közoktatási Platform ügyvivő testületének koordinátorát. Viszonthallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Infláció követő 25%-os béremelést szeretnének a köztisztviselők, ám a kormány szerint erre nincs fedezet a költségvetésben. Derül ki a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete beszámolójából. A részletekről Boros Péternét, a szakszervezet elnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok, emlegettem az előző beszélgetésben, nem tudom, hallotta-e már. Jó reggelt kívánok, igen, hallottam. Mert hogy nem gyakorlat, hogy a különféle szakszervezetek egymás ügyeit ilyen módon támogatják, mint ahogy önök ezt most megtették. Ugye ezt emlegettem éppen, hogy a közszférában dolgozóktól azt kérték, hogy a mai napon az Állj ki magadért és csatlakozz te is a tanárok melletti szolidaritási akcióhoz csatlakozzanak ők is, és 5 percre álljanak le. Szervezik ezt, vagy ez egy egyszerű kérés? Természetesen szervezzük, és az az újdonság itt, hogy összeértek a követelések. Tehát a magyar sztrájkszabályozás az egyik oka annak, hogy eddig nem tudott ez létrejönni. Most viszont, ha megnézzük a pedagógusok követelését, és megnézzük a közszolgálat egészének a követelését, akkor ezek egybeértek, és innentől kezdve a dolgozók magukénak érzik, hiszen az ő problémájukról is szól, tehát a mai nap egy nagyon fontos szolidaritási megnyilvánulás, de ugyanakkor az az újdonság, hogy a
köztisztviselő, a kormánytisztviselő, a kulturális dolgozó, a szociális terület, a védőnő, akadémiai dolgozó tulajdonképpen a magáinak érzi ezt a követelést, és azt mondtuk, hogy állj ki magadért, állj le 5 percre. Most ez az 5 perc, ez arról szól, nem egy 5 perces sztrájkról beszélünk, mert természetesen ez nevetséges is lenne, hanem ez az 5 perc arról szól, hogy gondolja el mindenki magába, aki a közszférában van foglalkoztatva, a 618 ezer főből, hogy mindenkinek ez a problémája, mindenkinek hasonló a gondja, és tegyen azért, hogy ez megváltozzon, ne vegyük tudomásul a nullát. Mert hogy az önök 25%-os követelésére a kormány válasza az volt, hogy nulla? Így igaz. Azt mondta a kormány, nem vitatta, amikor érveltünk, hogy a tavalyi éves követelésünket sem teljesítették, és ennek következtében, mert azt mondtuk, hogy július 1-től 20%-os visszamenőleges keresetnövelés inflációt ellensúlyozandó a teljes közszférára. Ezt nem teljesítette, és most látjuk, hogy 2022-re a KSH 10%-os reálkeresett csökkenést mutat ki. Ebből indulunk. Ez a tárgyalás, amit folytattunk pénteken, ez a közigazgatásra vonatkozott, de természetesen folytatni fogjuk a többi közszolgálati ágazatra is. Nem vitatta el a kormány, hogy indokolt a keresetnövelés, de azt mondta, hogy jelen pillanatban nem látja ennek a forrását. Mi meg azt mondjuk, hogy egy olyan foglalkoztató, aki Magyarországon a legnagyobb, annak a felelősségteljes hozzáállása az, hogy nem is kellett volna követelnünk, ezt magától kellett volna biztosítani. Látják, hogy ezek a nagyon alacsony keresetek hogyan devalválódnak az infláció kapcsán, és nyílik az olló, óriási szakadék van a magas élelmiszerárakban és hitelkamatokban. Tehát magától kellett volna, hogy ezt rendezze, de nem tette. Nyilván mi követeljük ennek a megvalósítását, ebből fakad, hogy nem tudjuk tudomásul venni a kormánynak ezt a hozzáállását, ami azt mutatja, hogy nulla, azaz nulla egyelőre az ajánlata. Van itt egy fura helyzet, azt mondta dr. Bordás Gábor közigazgatási államtitkár, ő nyilván hallotta is, ott volt, hogy a kormány részéről a jó indulat fennáll a kormánytisztviselők bérhelyzete miatt, tehát ezt nagyon szépen köszönik, gondolom, a kormánytisztviselők, a jó indulattal ellenben nem lehet fizetni a boltban. Közben azt mondta Dukai Miklós önkormányzati államtitkár, hogy korábban kaptak béremelést, most mi itt a baj? Tehát ez, mintha ugyanaz lenne, mint a pedagógusoknál, hogy hát most kaptatok 10%-ot, akartok még valami. Mit mire föl? Hát az önkormányzati köztisztviselők esetében központi bérintézkedés nem volt már nagyon régen. 14 éve 38.650 forint az életményalap. Aki tudott, az megkapta rá jogi lehetőségét, hogy emelheti a kereseteket. De mint tudjuk, a rezsi is az önkormányzatokat sújtja, a működés költségei is nőnek. Végső soron minden ott csapódik le a dolgozóknak a bérezése körül, mert hát mi mindent tud tenni egy önkormányzat, hogyha a büdzséje sajnos olyan, amilyen. Úgyhogy ez egy álságos megközelítés, hogy majd az önkormányzatok ezt rendezik. Még mindig van 3000 olyan köztisztviselő Magyarországon, akinek a keresete sajnos. Ez szerint a 14 éve megállapított életmény alap szerint van megtéve. És mi azt mondjuk, hogy elég most már ez a köztisztviselői törvény, le van fedve a bértáblája a garantált bérminimummal, minimálbérrel, legyen végre már egy kompromisszumos megoldásként a diplomásoknak is egy minimumtarifa, de nem ez a megoldás, hanem legyen egy új tarifa, ami hasonló, mint az országgyűlési hivatalban alkalmazott köztisztviselőké, ami lépést tart folyamatosan az átlagkereset emelkedéssel, ami az inflációval indexálva van, tehát ne kelljen már ezeket a lépéseket minden évben követelni, legyen benne egy automatizmus, mint ahogy a közigazgatási elit keresetét is egy automatizmus emeli, hiszen a miniszterelnök és miniszterek fizetése, államtitkárok fizetése január 1-től az inflációval, illetve pontosabban az átlagkereset növekedéssel arányosan nőtt. Hát ők egy másik kaszba tartozó köztisztviselők a jelek szerint. Azt mondja, hogy akik az országgyűlésben dolgozó tisztviselők, ők egészen más elszámolás szerint kapják az infláció követő fizetésüket, mint ahogy mások fizetéshez jutnak? Ez pontosan így van. 30 felé szabdalta föl a kormány a közszolgálat egészében az ágazatokat,
és az oszd meg és uralkodj elve alapján egy ilyen látszólagos béralkut tartunk. Valójában itt nincs béralkó, mert ha megnézzük az összes életpályát, illetménytábláját, akkor mind le van fedve minimálbérrel, garantált bérminimummal. Valójában ez egy álságos bérszinten tartás, ahol a diplomás emberek, a befektetett tudás, a befektetett tőke nincs ellentételezve, és ez nagyon rosszul van, mert már most is óriási munkaerő hiány van minden területen, és a maradókra ezen az alacsony kereset mellett még az óriási munkaterhelés is ott van, de van egy nagyon fontos tétel még, a felelősség a munkakörér. Ha én nekem azért az egy munkakörér kell felelősséget vállalnom, és más a helyzet, mintha mellette még egy-két embernek a munkáját el kell látnom. Tehát sok baj van, és nem csak bérkérdés, ahogy a pedagógusok is mondják, tehát én azt mondom, hogy állj ki magadért, állj le ma 5 percre. Most egyelőre csak 5 percre. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Boros Péternét hallották, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnökét. Viszonthallásra. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Fordulatot hozott a 2022-es év a nyugdíjasok anyagi helyzetében. Hosszú idő után most először közeledhetett az idősek és az aktív korúak átlagos jövedelmi szintje, írja a Bankmonitor. Az elemzés szerzőjével, Süle-szigeti Bulcsú nyugdíjszakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez annyira jól hangzik, hogy kezdjük el értelmezni, jó? Tehát, hogy nem az történik az én olvasatomban, hogy a nyugdíjasok anyagi helyzete annyival, de annyival jobb lett, hanem az, hogy a többieké, az aktív korú polgároké az infláció miatt romlott, és ebből az következik, hogy az olló egy kicsit összébb van, mint ahogy korábban volt. De lehet, hogy én ezt rosszul látom, mondja. Igen, majdnem tökéletesen ez a helyzet. Egy kis pontosítást tennék mindössze. Az aktívaknak is javult a helyzetük összességében, tehát ugye a 14,5%-os hivatalos infláció mellett 2022-ben összességében várhatóan 17-18%-kal nő a nominális kereset. Még nem ismerik a decemberi adatot, de az első 11 hónap alapján ezt már eléggé pontosan meg lehet becsülni. Viszont az időseknek még ennél is magasabb mértékben emelkedett az összes állami juttatásuknak a mennyisége. Elsősorban a 13. havi nyugdíj teljes körű visszaépítésének köszönhetően, másodszorban pedig a nagyon magas infláció miatti, nagyon magas nyugdíj emeléseknek köszönhetően is. Tehát a nyugdíjasoké összességében egy kicsit jobban nőtt, mint az aktívaké, és ezért közeledett köztük szűkült egy kicsit ez a szakadék. Azért még mindig meglehetősen nagy. Nem számháború ez egy picikét? Most ugye az emberek másképp érzékelik a helyzetüket, mint ahogy sokszor a matematika mutatja. Itt van például az az egyszerű kérdés, hogy a nyugdíjasok, hát mint mindig, most is hitelezték az államot, mert majd egyszer megkapják az összeget, amivel tartozik nekik az állam, a nyári meg az őszi korrekciókkal, addig meg finanszírozzák zsebből, csak abban a zsebben nem nagyon van. Így van, ez sajnos egy folyton visszatérő probléma, hogy évelején a rendes nyugdíjemelés az általában egy kicsit alacsonyabb szokott lenni, mint ami az adott évre ténylegesen várható infláció, és aztán azzal operál a kormány, hogyha évközben magasabb lenne a ténylegesen tapasztalt infláció, mint amit évelején terveztek, akkor ezt utólag pótolják a nyugdíjasoknak. Azért a februárban kapott teljes 13. havi nyugdíj, ez egy kicsit segített. Az váratlan volt, mert hát ugye egy hetit kellett volna ebből kapniuk hivatalosan az eredeti tervek szerint. Két hetit? Igen. És aztán... Mert egy év eltelt. Igen, bocsánat, így van, valóban. 2021-ben lett volna egy heti, igen. És aztán a kormány most úgy érezte, hogy indokolt az, hogy teljes 13. havi nyugdíjat folyósítsa. Feltehetően ez összefüggésben van a választási időpontnak a közeledésével. Aztán onnantól kezdve 2023 az, ami még egy különbség lesz az eredeti tervhez képest. Ugye idén is 3 heti helyett 4 hetit fognak kapni, és aztán jövő évtől kezdődően valószínűleg a teljes 13. havi nyugdíjat megkapják az idősek, mindaddig, amíg ezt finanszírozni tudja a költségvetés. Nézzük egy kicsikét kifejezetten a nyugdíjasok felől ezt az egész kérdéskört, mert hát igazából róluk szól ez az írás is. Az, hogy mekkorák a különbségek a nyugdíjasok csoportján belül, a nyugdíjasok anyagi helyzete, meg a nyugdíjuk és az anyagi helyzetük közti összefüggésben, azt igazán mérik, és vannak arra valódi adatok, vagy ezek ilyen az átlagolásból származó matematikai adatok csupán?
Hát ilyen értelemben egészen bőkezű a Központi Statisztikai Hivatal. Ők kifejezetten közé teszik, hogy az egyes jövedelmi kategóriákba hány nyugdíjas tartozik, és ez évről évre hogyan változik. Azt látjuk, hogy általánosságban egyre javul az idősek helyzete, de azért nagyon nagy jövedelmi egyenlőtlenségek vannak az idősek között. Tehát több százezer fő van, aki százezernél is, százezer forintnál is alacsonyabb nyugdíjból él, míg olyanok is vannak, akik kiugróan magas 400-500 ezer forint, vagy annál sokkal magasabb ellátásban részesülnek. És ami szerintem egy nagy probléma, hogy a 13. havi nyugdíjat mindannyian a saját nyugdíjuk arányában kapják. Tehát, hogyha valakinek havi 80 ezer forint a nyugdíja, akkor neki a 13. havi nyugdíja is évi 80 ezer forint. Míg hogyha valaki félmilliós nyugdíjat kap, neki a 13. havi nyugdíja is félmillió forint. Miközben lehet, hogy pont ezzel lehetne valamit súlyozni, anélkül, hogy nagyon nagy terhet kapjon a állami igazgatás, mert ugye mindig az a pont a kérdés végén, hogy van erre pénz, és akkor azt mondja a kormány, hogy nincs. De erre talán így lehetne, mert az összeg végül is alapvetően nem kéne, hogy nagyon változzon. Igen, ugyanezt az összeget el lehetne költeni, úgyhogy figyelembe vegyék azt, hogy ki az, aki ténylegesen rászorul erre a plusz juttatásra, és ki az, aki pedig egyébként is egy meglehetősen jó jövedelmi helyzetben van magyar viszonylatban. Az öngondoskodás mennyire látszik elterjedtnek a nyugdíjasok körében? Nyilván a fiatalabb nyugdíjasoknál lehet ez elsősorban érdekes kérdés, nem gondolom, hogy 80-90 éves embereknél ez teljesen általános, de aki most megy nyugdíjba, gondolhatott már az elmúlt években arra, hogy szüksége lesz egy másik forrásra. Így van, nagyon sokféle megtakarítási forma áll az idősekre, illetve az időskorra anyagilag felkészülni kívánó aktív korúak rendelkezésére, és ezt összességében ilyen 1,5 millió fő használja jelenleg. Aki ténylegesen takarékoskodik rendszeresen, ők egy kicsit kevesebben vannak, tehát nem mindenki, aki mondjuk tagja egy önkéntes nyugdíjpénztárnak, nem mindenki tesz félre havi rendszerességgel, de azért az a tapasztalat, hogy egyre többen felismerik ennek a fontosságát, és havonta félretesznek, ugye ezeket különböző befektetésekben kezelik, és aztán időskorukban egy számottevő megtakarításuk, tehát itt több millió forint nagyságrendről lehet beszélni, halmozódik fel, és aztán ebből ők ki tudják majd egészíteni némileg az időskori jövedelmüket. A fiatalabbak ilyenkor legyinteni szoktak, pedig éppen nekik kéne elkezdeni, mert idősebb korban a nyugdíj előtt állva ez már meglehetősen késői gondolatnak tűnik. Köszönöm. Na mondja még ezt a mondatot el. Ezt minél előbb el kell kezdeni. Így van. Süle Szigeti Bulcsú nyugdíjszakértő volt itt a vonalban. Azért búcsúzom öntől ilyen gyorsan, mert jönnek a hírek. Köszönöm. Viszontlátásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon. A lehető legtöbb napelemet kell csatlakoztatni az országos hálózathoz. A kormány ezért megelőlegzi az ehhez szükséges fejlesztések uniós támogatásait, közölte az Energiaügyi Minisztérium. Az energiapolitika változásairól Turay József energetikai szakértővel beszélgetünk. Elvesztettem a fonalat, de majd ön segít megtalálni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye úgy hallottuk, nem volt ez nagyon régen, mondjuk 2 hónappal ezelőtt, hogy a rendszer nem bírja, meg kell most állni egy kicsikét. Ehhez képest most azt mondja a kormány, hogy a lehető legtöbb napelemet kell csatlakoztatni. Igen, ezt eddig is lehetett tudni. Akkor most mi történt? Tegnap olvastam egy nagyon jó cikket, ennek az a címe, ami szerintem mindenre választat, hogy jó lesz az azeri gáz is, meg az áram csak jöjjön. Tehát eljutottunk oda, hogy rájöttek arra, hogy bármi áron, de villamos energia termelő kapacitásokat kell létesíteni Magyarországon. És ugye van ez a négyes fogat, amiben ott van a napenergia is, van az azeri gáz, ugye meg az áram, ami egy újabb import lehetőség, benne van maga a gáz import egyébként, és van az atomenergia. Mind a négy miben hasonlít, hogy mindenhol valamilyen problémába ütközik Magyarország. Ugye ezt tudjuk, atomnál geopolitika, gáznál geopolitika, az azeri import esetében azt, hogy ezt EU szabályozás alá kellene majd berakni, a napnál pedig rendszer szintű koordinációs problémák vannak, ugye, amiről ugye az iparág már nagyon hosszú idő óta beszél, mindegyiket a rendszerünkbe kell integrálni. Ezzel egy gond van, hogy ugye volt egy energiapolitikai törekvés Magyarországon, ami az orosz atomra, az orosz gázra és a elég egyfókuszú
megújuló energiatermelésre, a napenergiára épült. Ez volt az alapforgatókönyv, egészen ugye tavaly február 24-ig, amikor a háború kitört, és úgy néz ki, hogy ez a forgatókönyv, ez nem működik. Tehát az orosz atom, orosz gáz, napenergia trió nem működik, mert kiderült, hogy csak ugye békeidőben bőséges és biztonságos gáz és nukleáris fűtőanyag ellátás mellett voltak ezek jó döntések. És most szerintem, hogy ez a forgatókönyv recseg, ropog, valami alternatíva után kell nézni, tehát teljesen mindegy, hogy honnan bejöjjön villamos energia. Közben a 24.hu meg arról ír, hogy meg kell szüntetni a kormányzatnak a napelem stoppot 2024. december 31-ig uniós pénzekhez való hozzáférés reményében, és ezt március 31-ig, mert hogy az a határideje annak, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatos tárgyalásokat a kormány befejezze, ezt meg kell tennie. Tehát, hogy itt semmi nincs önmagában véletlenül, nyilván Steiner Attila azért beszél erről ilyen határozottan, hogy lépni kell, mert hogy a kormánynak magának az uniós szabályok miatt lépnie kell. Hát vannak először ugye az uniós dolgok, de nem csak az uniós dolgok vannak, hanem van egy magyar nemzetgazdaság, meg van egy saját, kellene lenni egy saját energiapolitikának. Na az a kérdésem akkor, hogy az van-e? Mert ez így egy kicsikét olyannak tűnik, hogy jobbra rántjuk a lovat, aztán balra rántjuk a lovat, valahol csak betalál. Hát... előttem szólók már elmondták az elmúlt hetekben, hogy miután ez a forgatókönyv, ez az orosz atom, orosz gáz, napenergia, ez most döcög. Ezért improvizálás van, és szerintem ez egy természetes reakció, mert itt az elkövetkezendő, mondjuk őszintén, elkövetkezendő 2-3 évben csodát ne várjunk. Tehát itt nem fog belépni egy nagy gázos erőmű az elkövetkezendő 2-3 évben. Valószínűleg fognak naperőműveket a hálózatra engedni. Ugye erről beszéltünk, ugye erre van egy igény, és a rendszerbe legalábbis a különböző földrajzi helyeken Magyarországon ott még lehet naperőműveket a hálózatra csatlakoztatni, de itt csodára ne számítsunk az elkövetkezendő 2-3 évben, ezért is indult meg ez az azerbajdzsáni kezdeményezés. Ugye olyan projekt irányba megyünk el, ami elsősorban importra épül, mert ez olcsóbb megvalósítani, mint Magyarországon ugye több száz vagy ezer megawattal erőművet építeni, és egy import beszállítást megoldani, az valószínűleg, ráadásul még Európai Unió is ad rá pénzt, akkor azt most jobb megcsinálni. Gondolj el, hogy erre ad pénzt az Európai Unió, de sokkal egyszerűbb lenne például, és ezt sokan támogatják az iparákban, egy modernebb, hatékonyabb, magasabb hatásfokú környezetkímélőt, lignit erőművet építeni ma Magyarországon. Erre minden adottságunk megvan, de erre valószínűleg az Európai Unió nem adna pénzt. A szélenergia elterjesztését, amire úgy látszik, hogy a kormány végül is Orbán Viktor ellenállása ellenére is igent mond, azt mennyire támogatja az Unió, vagy az mennyire forrásigényes a tekintetben, ahogy mondjuk ezt összetudnánk vetni a napenergiával? Arra nem térnek ki, hogy miért nem épültek szélerőművek, de az tény, hogy a nap és a szél között van egy óriási különbség, hogy a napenergiának a telepítése, a napenergiának a hasznosítása, ugye műszakilag, technikailag egy, hogy is mondjam, tudást igényel, de jóval kevesebbet, mint fölrakni 10-20 vagy 100 szélturbinát. Tehát itt volt egy olyan késztetés valószínűleg, hogy a napenergia fejlesztésekkel könnyebben meg lehet valósítani. Ahhoz úgymond alacsonyabb szintű technológia szükséges, mint a szélerőművek esetében. De egyébként most ugyanott vagyunk a szélerőmű parkoknál, mint a napenergiánál, a rendszerbe kell integrálni. És ugye ehhez volt egy terv, hogy ehhez építenek gázerőműveket, ugye, ahhoz, hogy részt tudjan, ahhoz, hogy be lehessen a rendszerbe rakni, beilleszthető legyen. De most ide rakhatnak szélerőműveket is, ha mondjuk nem lesz egy vagy két hét, amikor nem fúj a szél. Tehát ott vagyunk, ahol a part szakad. Hát mondjuk alapvetően is úgy látszik, most azt mondja a kormány, hogy akkumulátor támogatási programmal segíti a megújuló energiák befogadását. Hát pont az akkumulátorok
tették volna a napelemek felhelyezését az új szabályok miatt iszonyatosan drágává. Tehát gyakorlatilag dupla akkora ára lett volna, mint mondjuk két héttel korábban. Ez megoldja ezt a problémát? Megoldotta volna, hogyha, amit én is már egy évtizede mondok, hogyha fokozatosan, lépésről lépésre szoktatjuk rá a lakosságot a versenypiaci árképzéshez, amit ugye Romániában vagy Spanyolországban megcsináltak, és hogyha ezt megcsináltuk volna, ugye ezt mi nem csináltuk meg, ez volt a rezsi, ugye az elmúlt 12 évben, és a mostani rezsi emeléssel, ugye, nincs pénz arra, hogy egy átlag család, vagy egy átlag háztartás ugye akkumulátorokat, vagy energiatárolókat vásároljon a Nepal ember ruházásához, mert az nagyon drága. Tehát hiába lesz mondjuk itt 10 darab gyár, ami energiatároló berendezéseket fog ugye gyártani, hogyha ennek az ára egyelőre megfizethetetlen egy átlag háztartás. Hát és akkor felmerül majd a megtérülés kérdése, ami nagy matematika, és ami egyáltalán Igen. nem biztos, hogy jó számokat hoz ki, mondjuk egy családi ház esetében, ha már akkumulátor is kell. Köszönöm szépen, hát annyiból tisztább a kép, amit öntől megtudtunk, az tisztította, hogy a helyzet legalábbis bizonytalan a jövőt tekintve. Most mindenfelé próbálkozik a kormány a jelek szerint, hogy valami megoldást találjon a kitettségünkre, de egyelőre nem mutatja magát ez a megoldás olyan nagyon világosan. Jól látom? Hát nem, jól látja, igen, mert most a termelési oldalt kínozza mindenki. Mindenki, mert rájöttünk arra, hogy nem jön több áram ki a konnektorból, és egyetlen egy ország van ma Európában, ugye ha tetszik, hanem aki elképesztő gyorsasággal tud reagálni egy megváltozott energiahelyzetre, és ez Németország. Ugye láttuk ugye a 2011-es fukushimai atomkatasztrófa után, hogy a bányászokat hogyan képezték át széllapát mérnökökké, tehát ez ott egy-másfél év alatt lezajlott ez a munkaerő átképzési folyamat. Most Németország nézze meg, de tegnap Orbán Viktor ugye volt egy nyilatkozata, hogy stratégiai vákumban ül energetika szempontjából Európa. Ez nem igaz, mert Németország 8-10 hónap alatt tudott választ adni a gázkrízisre. És a Csehország is, Szlovákia is, Ausztria is tudott valamilyen alternatív, mondjuk gázszerződéseket kötni, egyedül Magyarország, én azt látom, nem csinált semmit. Hát akkor a vákum az ránk érvényes, és ezt kiterjesztette a miniszterelnök minden irányba. Turai József, a T-Energy tanácsadó Kft. Ügyvezető igazgatója, energetikai szakértő járt az Aktuálban itt telefonvonalon keresztül. Köszönöm önnek, viszonthallásra. Köszönöm. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja. Tánia nyerte meg a 2023-as svéd-lengyel közös rendezésű férfi kézilabda világbajnokságot. 39-36-ra győzték le az Európa-bajnok Svédországot. Magyarország a 8. helyen végzett. Vendégünk Ágai Kis András, sportújságíró. Ahogy néztem én ezt a döntőt, a dánok ufók, de nem tudom, te is így láttad, de szervusz András. Szia Egon, üdvözlöm a hallgatókat. Hát, hogy ufók-e, azt nem tudom. De nagyon-nagyon jó kézilabdáztak. Bocsánat, annyi helyes, mint hogy a franciákat verték a döntőben, nem a svédeket. Arra nem is figyeltem, igen. Svédek, hát de tulajdonképpen mindegy. Akár őket is verhették volna. A franciákat verték. Egyébként meglepően simán, megmondom őszintén. Én azt hittem, hogy nagyobb csata lesz. Háromszor egymás után lettek világbajnokok. Figyelj, lehet, hogy tényleg ufók. Hát egy olyan, mint hogyha nem lehetne velük mit kezdeni. Tehát ha a szélső játékot nézzük, hogyha azt nézzük, hogy középen hogy dobják a labdákat, ha azt nézzük, hogy hogyan védekeznek falban és kívül, tehát hogy voltak éppen nincs rajtuk fogás. Nincs, tényleg nincs. Tényleg nincs. Hát, akkor maradjuk abban, hogy ufók, és kész. Na, mi nem voltunk ufók, viszont elértük azt a célt, ami igazából fontos volt, hogy legyen esély az olimpiára kijutásra. Olimpiai selejtezőt játszik a magyar válogatott, de hát azért ennél többet reméltünk, akkor is, hogyha ez siker. Nem. Na, dehogy nem, hát megjön az étvágy menet közben. Nem tudom, ezzel egy picit vitatkoznék. Itt nem volt olyan periódus a szakasza szerintem ennek a VB-nek, amikor megjött az étvágy. Mondjuk leszámítva azt az Izland elleni utolsó 20 perc. Hopp, és akkor András eltűnt a vonalban.
Ágai Kis András, rád várunk, téged keresünk valahol az éterben, itt vagy-e még? Hát nem. Ugye én arra gondoltam, de itt vagy? Itt vagyok, én mindent hallok. Na, teljesen elvesztél. Na. De akkor most megvagy. Na, nem tudom, meddig hallottad. Meddig hát, hogy az Izland elleni utolsó 20 percig. Tehát, hogy de mikor érezted azt, hogy hú, ebből lehet? Én azt gondoltam, amikor megvolt a csoportkörből továbbjutás, ami hát legyünk őszintén kicsi mázli volt, hogy az egy lendületet tud adni egy csapatnak, tehát hogy legalább egyet tudunk nyerni. Ja, úgy, igen, ebben igazad van. Tehát, hogy azért az a, tehát ahogy utána tovább mentünk, illetve ugye nem is az, hanem ahogy a tulajdonképpen csoport másodikok lettünk, köszönhetően annak a bizonyos portugál-brazil döntetlennek, akkor azért azok után nagyon sokkoló volt az a dánoktól elszenvedett egészen pokoli vereség. Én ezt egyébként a mexikói foci válogatott, illetve a mexikói 6-0-hoz hasonlítottam nagyjából, tehát körülbelül olyan érzése volt az embernek ezen a dán magyaron, mint akkor a szovjet magyar. Igen, hát gyakorlatilag kóvályogtak a fiúk, de ez egy tipikusan igen. Olyan meccs volt, látva tényleg a dánok extra klassz és mindentől különböző játékát, hogy azt a meccset azt el lehet engedni. Jó, tudtuk, hogy ki fognak kapni, ez volt a papírforma, neki lehet veselkedni, de nem fog menni, de hát aztán jöttek a többiek. Tehát Egyiptomtól nem kell kikapni. Figyelj, Egyiptom... Nagyon-nagyon-nagyon jó csapat. Egyiptom agyba főbe verte Horvátországot ezen a VB-n. Egyiptomnak egészen kiváló válogatottja van, elfogytak és elfáradtak a végére. De mondjuk, ha az occokat nézed, nem tudom, hogy szoktál-e egy sport fogadni, akkor a meccs előtt az egyiptomi győzelemre 1,3 szorzó volt, a magyarra pedig 6,50. Vagy 7, tehát azt jelenti, hogy teljesen esélytelennek tartottak minket a szakemberek, a nemzetközi szakemberek. Ehhez képest egyébként a kétszeri hosszabbításos vereség még dicséretes tulajdonképpen. Más kérdés, hogy a meccs 80%-ában ők álltak nyerésre, és ők irányítottak, és a vége vereség lett, de Egyiptom nagyon-nagyon jó csapat. Szerintem pusztán az a kérdés, hogy nekünk milyen csapatunk van, és milyen kilátásaink, és milyen reményeink vannak. Szerintem ez a legfontosabb kérdés. Hát az, hogy az olimpiai selejtezőn ott lesz a magyar válogatott, az azt gondolom örömteli, és ez nagyjából, hogy ez egyáltalán kérdéses, ez nagyjából leírja azt, hogy milyen helyzetben van a magyar férfi kézilabda, hogyha a top csapatokat, a klubcsapatokat nem tekintjük, ahol meg alig játszik magyar. Na ez itt a lényeg. Tehát... Szerintem mindezt nem külön-külön egyesével, mert azért, ha úgy jól belegondolsz te is, hogy a szíved lelked mélyére, nagyjából 10 éve, akár női, akár férfi világversenyről van szó, utána mindig megmagyarázzuk, hogy miért lettünk 7., 8., 12., stb. Tehát ezt a nagy egészet kell nézni, és hogyha ezt onnan vizsgáljuk, hogy mondjuk bő 10 éve, pont ugyanezek a csapatok voltak előttünk. Megnéztem 2007, 2009, 2011, ugyanígy 9., 6., 7., 8., mindig valahol ott keringtünk a világbajnokságokon. Pont ugyanezek a csapatok, skandinávok, franciák, 1-1-2 beszűrődött, de alapvetően ugyanez volt a felállás. Na most egy nagy probléma van, hogy az elmúlt 10 évben több milliárd forint ömlött ebbe a sportágba azért, hogy odaérjünk az elithez. És semmi, de semmi nem változott felnőtt szinten. Ráadásul pont olyan csapatok vernek most minket bucira, akikkel mondjuk 18-19 éves korukban ezek a fiúk, a magyar válogatott tagjai teljesen partiban voltak, és egál meccseket játszottak. Így van. Így akkor mi történik? Ők játszanak, a magyar válogatott tagjai pedig alig? Vagy mi a probléma? Figyelj, ez nagyon... Hát a legalapvetőbb probléma az, hogy mi... teljesen túlzott, elnagyolt és megtévesztő jelentőséget tulajdonítunk az utánpótlás világversenyeknek. Ezzel senki más nincs így rajtunk kívül, vagy elenyésző. Az a felkészülés része, hogy ők játszani jönnek, ha nyerünk, de alapvetően a cél az, hogy kineveljenek egy olyan generációt, amely felnőttként odaér a világszínvonalra. Tehát ez az alapvető kérdés. A másik, hogy mi van utána, tehát amikor kijönnek a kis saját műhelyükből, akadémiáról, a fiatalok, akkor utána senki nem menedzseli őket, senki nem foglalkozik igazándiból azzal, hogy megfelelő játék lehetőséghez jutnak-e nemzetközi porondon, stb. Hát kész, elvesznek, de nem tudom őszintén szóval, hogy készek lennének-e
arra, hogy beszálljanak. Tehát ennek nincs próbája. Hát igen, illetve ahol próbálkoznak a magyar játékosokkal, ott látjuk, hogy a dobogó közelébe is alig-alig tudnak jutni. Tehát ha te vagy a Veszprém edzője, te vagy Momir Ilić, vagy te vagy Ambrosz Martin, akkor megkockáztatod-e a 20-21 éves, ügyeske, tehetséges magyar fiatalt, amikor tőled azt várják a szponzorok? Persze, engem nem ezért szerződtettek, erre ezt tudom hát mondani. Hát nem, erről van szó, és ez sajnos a kettő szöges ellentétben áll az érdekek tekintetében egymástól. Ambrosz Martinnak, már bocs, bármelyik majd külföldön dolgozó magyar edzőnek nem érdekes, nem tiszte az, nem feladata, hogy a magyar válogatottak mindenkori eredményességét elősegítse, viszont Magyarországnak meg igen, mert ez így egy borzasztóan hülye helyzet. Már bocsánat a kifejezésre. Hát igen, viszont akkor ilyen alapon kétségbe esetten nézhetünk minden egyes nemzetközi tornára, amit nem klubcsapatok vívnak, mondván, hogy hát itt jó, hogyha nem égünk le. Az összes többi pedig ajándék. Hát figyelj, Csema Rodriguez 9-es osztályzatot adott a magyar válogatott teljesítményére 1-től 10-es skálán, ami azért első olvasásra, látásra meghökkentő. De ha azt nézzük, hogy a saját képességeikhez mérten nézzük, már pedig ugye mindenki csak ahhoz lehet mérni, amit tud, akkor ez a realitás. Persze nem ez a szélés, hol így, hol úgy, de a végeredmény tekintve ez. És ő gyorsan hozzátette, hogy sajnos itt a helyünk, tudnunk kell a helyünket a nemzetközi mezőnyben. És neki ebben teljesen igaza van. Egy probléma van, hogy még egyszer mondom, ez 12 évvel ezelőtt pontosan ugyanígy volt. Tehát egy jottányit sem haladtunk előre. Na jó, de hogyha a jelenlegi helyzet ez most ilyen, Andris, akkor 12 év múlva is pontosan ilyen lesz, mert ma kéne már látnunk a különbségeket. Így van, így van, Egon, pontosan. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál ma reggel. Én is köszönöm, örülök, hogy beszéltünk. Szia, András. Ágai Kis András sportújságíró, a Kézilabda Szövetség korábbi sajtófőnöke volt itt velünk. Szia, András. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző. Jó reggelt neked, mintha nem találkoztunk volna eddig, de hát mikrofon előtt még nem. Torróni ki velem szemben. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és neked is. Neked annyira nincsen dolgod ilyenkor reggel, hogy olvasgatsz? Hát az olyan rossz dolog. Hát nem, az jó dolog. De figyelek közben rád is. Na jól van akkor. Breaking news nem volt, úgyhogy ennek apropóján két nagyobb, hosszabb elemző cikket hoztam a hallgatók figyelmébe ajánlani. Egyrészt a HVG írta meg, hogy egy összesítést készített arról, hogy milyen jó gyakorlatok vannak Észtországban, ami a digitális jelenlétünket illeti, mert hogy Magyarországon is hamarosan szélesedik az interneten keresztül elintézhető szolgáltatások köre. Úgy hivatkoztak erre, hogy jön a digitális magyar állampolgárság, online ügyintézéssel eddig sem álltunk egyébként annyira rosszul az Európai Uniós viszonylatban, de hogy hova jutunk a határidőket tekintve 2026-ra, ugye, az még egyelőre kérdéses, hogy mennyire kerülünk közel Észtországhoz, mert ebben a témakörben ő az egyik vezető ország. Megszólaltattak egyébként egy Észtországban élő magyar egyetemi oktatót, aki azt mondta, hogy ennek rengeteg előnye van, például egyszerűsített átlátható adórendszer, teljes körűen online és transzparens. Úristen, de nehéz ez a szó, tehát átláthatóan működő ügyintézés. Szerintem vannak erre magyar szavak, miért kell ilyen külföldi? Mert ez sokkal komolyabbnak tűnik. Hogyne. Szóval ő azt mondta egyébként, csak egy érdekesség, hogyha bármelyik hivatal ránéz a te online személyazonosságodra, bármilyen adatodat, bármilyen hivattal megtekinti, arról te értesítést kapsz. Tehát innen fakadóan nem tudnak visszaélni a te adataiddal, és nem tudnak indokolatlanul ott kutakodni. Hát az a bármely hivatal, ez valószínűleg azért nem teljesen jó, igaz. Jó, hát a titkos szolgálat valószínűleg nem kapsz. Mert a bármely hivatalnak az a lényege, hogy ne tudjam meg, hogy ő utánom nézett. Hát például a titkos szolgálat, de amúgy azért hallunk olyat, hogy nem tudom, kinek az ismerőse esetleg belenézhetett, vagy nem tudom, tehát hogy azért vannak azért itt visszajelések. Szóval ez az egyik, amit... Bodrogi Gyula haláláig dohányozni fog, erről beszél. Elmondta.
Igen. Novák Katalin elhagyja az országot. Ez... ne, aki jó, nem... de mondom, szóval ezek, ezek címek, na, kérem szépen. Tehát én nem mentem ennek a mélyre, nyilván hivatalos látogatásra utazik valahova. Ez jelenti azt, hogy elhagyja az országot. És hát az Origo az egy nagyon komoly lap, ugye? De ez egy tényállítás. Ez, mi a probléma? Semmi. Tehát az Origo az szerinted egy nagyon komoly portál? Működik. Mert az nem jelenti azt, hogy komoly. De hát én azt gondolom, hogy ide fordulunk komoly hírekért. Komoly? Nem tudom, én egy címet nem... Hát nem te oda fordulsz, látom. Én oda, látod? Nagyon furcsa dolgot tett a ló a lányjal. Ez egy cím, az Origo vezető híre. Hogyha esetleg valaki a 24 felé is fordulna, akkor ott talál egy olyan cikket, amelynek az a címe, hogy semmi nem volt igaz abból, amivel a kormány megindokolta a katások kiebrudálását. Ez mindenképp azt állíthatom, hogy a 24 egy komoly portál, és itt az adóhivataltól igényelt adatok alapján elemzik, hogy a kormány álláspontja az mennyiben valós és nem. Nem. Úgyhogy azt is mondták, hogy az adatközlésből kiderült, hogy a kormányzati álláspont, mely szerint ugye a katát tömegesen használták volna adócsalásra, ez semmilyen adat szerint nem igaz. És azt sem támasztották alá az adatok, hogy tömegesen rejtett foglalkoztatás működött volna. Ne vegye el a kedvüket a cikk elolvasásától, hogy Niki azt mondta, hogy a 24.hu komoly portál, ott van alatta rögtön a következő cím, VV Reni diétára adta a fejét, miután VV Barna kedve kis disznónak nevezte. Ez pont a 24.hu-n lehet olvasni, tehát kapnak ott valódi tartalmat is, nem csak komolyakat. Igen. Ilyen adóhivatak, adózás, hát ez most tényleg teljesen mellékes. Ugye? Napi Edina? Hát az rád bízom, mert te vagy az illetékes. Napi Edina nélkül nem távozunk innen. Óriás plakát hirdeti Kulcsár Edina, és ragad meg kérlek a székkarfáját, mert baj lesz. Csuti szerelmét. Mert hogy kint maradtak azok a plakátok, amelyek egy életre szóló kapcsolatszlogennel hirdetik őket, kettejüket. De van olyan, hogy az ember rájön, hogy mégsem azt az embert szereti. Ebben mi a rendkívüli? Hát, hogy mind a ketten most már mást szeretnek. Csuti már a sokadik mást, Kulcsár Edina pedig a kimondhatatlan nevű reppert. Emberi életek. Ugye, de hát kint maradtak a régi plakátok. Magyarországon sokan élnek úgy, hogy más szeretnek. Valóban keveseknek van plakátja hát mindenről. Ugye? Lehet, hogy a szobájuk falán. De hát lehet, hogy kéne Kulcsár Edinának egy újabb óriás plakát kampány. Amiben mással szerepel már egy életre de szóló szeretnél? Kapcsolat címmel. Hát beszélnénk róla. Beszélnél. Te is. Mert Edina, muszáj nekem. Nehogy muszáj, ez volt a napi Edina rovatunk. Kátai Kristóf kollégánk fogja a fejét, mert már réges-rég a híreknek kéne lenni, miközben mi óriás plakát kampányt szervezünk. Beszélünk a vezető hírekről. Úgyhogy akkor most jöjjenek a hírek, én pedig elköszönök önöktől Toró Nikolett szerkesztő kollégám nevében is, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Csütörtökön és pénteken ezen a héten még találkozhatunk, és remélem, hogy így lesz. Rónai Egont hallották, viszont hallásra.